Az amerikai elnök utasítást adott az összes fennmaradó nagyjából 300 milliárd dollár értékű kínai importtermék vámtarifájának megemelésére, amelyekre eddig nem vetettek ki büntető vámokat. Mindenek ellenére Donald Trump és Liu Ho kínai miniszterelnök helyettes is úgy nyilatkozott legutóbb, hogy tovább folytatódnak az egyeztetések a két ország között. Az elmúlt két napban az Egyesült Államok és Kína nyílt és építő szellemű tárgyalásokat folytatott a két ország közti kereskedelmi kapcsolatok helyzetéről. Írt a Twitterén Trump hozzátéve közte és a kínai elnök közt erős a kapocs, erős a párbeszéd, ami a jövőben is folytatódni fog. Amerika vámokat vetett ki Kínára, ez változik vagy sem, annak függvényében mi történik a jövőbeni egyeztetéseken. New Orleans kikötője az egyik leginkább érintett, nap mint nap konténerek ezrei haladnak itt át, és ez az ország egyetlen mély vízi pontja, amelyet hat fő vasútvonal is kiszolgál.